Adhatok egy kávét? Szép jó napot, Sherry. Már is indulunk el. Harry, most elárulom az egyik alapelvemet. Minden nap, naponta egyszer ajándékozz meg magad. Ne tervezd el, ne várj rá, legyen az egy meglepetés. Lehet az egy új nyakkendő a sarkjárusnál, kis szundikálás az irodai fotelban, vagy két csésze finom forró fekete kávé. Mint ezek itt. Meglepetés. Mint karácsonykor. Azaz. Ó, egek. Ez valami fenséges. Semmi nem ér fel a csésze igazi kávé. Sziasztok, Fadlan Péter. McDonald's-ban vagyok. Végül is tervben volt egy... előbb is lesz egy kávétesztes videó, mikor... ez szép vasárnapi napon éppen a Margit szigeten voltam. Ott is éppen aztán voltam nekibe, ott is ittam kávét, csak ott azért nem lett azt a kávétesztes videó, mert ott aztán éppen, mikor belevágtam volna, éppen mellénk ültettem hat baloldalt, és akkor azért nem, pedig terve volt. Na mindegy, most ez a új nitro, új kávéteszt, amikor most egy McDonald's-os kávétesztelek le. Ez azért más, mert ez nem olyan, mint az otthoni van, az Orionos, meg a másik. Nem itt az eszembe, Márter, na mindegy. Úgyhogy erre még tettek ilyen ilyen, vagy ilyen akármit hozzak. Kakaóport. Én most megnézem milyen. Hát ilyen még nem volt. Na, kicsit belag. Azért más, mint ugye a többi videóban ebből lelelni a kávét, mert ezt mások csinálják. Azért is nehezebb hamar ezt meginni, mert van rajta hab, mert én ugye már nem szoktam kávémra habot tenni, meg van rajta egy kakaókor, szóval ezért egy kicsit nehezebb meginni, mint ahogyan én szoktam. Hát a cukor az a... azt nem hagyta ki, jó sokat tettek bele. Amire körülök is. És igen, azért más ennek az íze, amikor voltam a Margit szigeten, ott nem kapucsinót ittam, hanem expresszót. A hosszú kávé? Nem valamelyiket. Nagyjából, hát nehéz értékelni, mert ugyebár ez McDonald's kávé, és én nem szoktam a kávéba a habot tenni, mert kakaókort, ilyesmit. Hát nagyon nehéz ezt értékelni, mert most ugyebár a McDonald's-ban szokták csinálni, és én ugyebár úgy szoktam maga a kávé, tej, és utána cukor, és összekavarva, aztán iszom meg. Én sosem szoktam ilyen
kapott belőlem, vagy ilyesmi. Hát nehéz értékelni. Minden esetre több kukort raktam bele, mint én szoktam, az biztos. Mert én általában úgy vad 2-t, vad 3-at rakod, de így sokkal többbe szoktam beletenni. Én szoktam, hát itt körülbelül van 4-et, vagy 5-öt teszek bele. Az is hát szerintem. Hát nehéz értékelni, ha megtalálom. 5 bal 3-es. Ezt is kell. Hát, nem is tudom. Hát... az Orionnál ugyebár az a, amit mutattam, az a fekete kávékészítőnél biztos, hogy jobb. De ugyebár ott van az az új kávéfőző, az a piros is. Ez az espresso kávéfőző. Hát, nehéz választani, melyik a jobb. Hát az Orion kávéfőző biztos, hogy sokkal jobb. Feketeinek már. Nehéz választani, melyik a jobb. McDonald's-os volt az Orion-os kávéfőző. Nem tudok dönteni, most erre nem tudok választani, de egy nehéz döntés. Hát minden esetre az 5 csillagra értékelem. A magam részéről csillagos, tehát 5-ös minden esetben. Ez is lehet az új kávétesztes videó, egy új intro kezdéssel a Twin Peaks sorozatból. Nem tetszett, lájkolják, és ha nyilatkozzatok.